Jó estét kívánok, kedves nézőink! Mai műsorunk vendége ismét Lázár László, nyugállományú rendőrőrnagy, szaktanár. Vendégemet továbbra is arra kérem, hogy értékelje a hazai közlekedési állapotokat annak érdekében, hogy ne legyen áldozat. Jó estét kívánok, tanár úr! Jó estét kívánok! Négy főcsoportban osztottam fel magamnak azt a témát, amit szeretnék önnel ma kielemezni. Az első kérdésem az lenne, hogy a közlekedésnek ugye van három alapfeltétele. Az út, az ember és a jármű. Hogyan tudnánk összegezni, illetve jellemezni ezeknek a jelenlegi állapotát, illetve szerepét a közlekedésben? Tehát az út az mindenféleképpen kell, hiszen a közlekedés út nélkül nincs. A hírközlés is egy közlekedési ág egyébként, ott a rádiófrekvenciák mennek, de az is egy közlekedési forma. És annak is megvan az útja. A közúti közlekedésben, a vasúti közlekedésben, a vízi közlekedésben az útvonal adott, a légi közlekedésben is. Jelenleg a közúti közlekedésben hazánkban az utak sajnos, kivéve a újonnan épülő autópályákat, egyre elhasználtabbak, egyre keskenyebbek a járműforgalom és a járműigény szempontjából. Az útnak óriási jelentősége van, hiszen bekövetkezhet úgy baleset, hogy úthibából következik be a baleset. Alámossa a víz, beszakad alattunk az út, megdőlnek a járművek, lakott területen kívül gyakran előfordul, az út testszéle felázik, az útpatka felázik, és a nagy testű járművek fölborulnak rajta. A következő elem a jármű, az viszont nagyon fontos. A járművek száma éveken keresztül, évek óta növekszik. Több mint 3,5 millió jármű van az országban, ami személygépkocsi vonatkozásában. Ezek a járművek nagy teljesítményű, nagy sebességű járművek. Ezeknek a vezetését a jelenlegi útviszonyainkhoz igazítva kell végezni, és figyelembe venni az útviszonyokat. Ehhez viszont párosul az emberi magatartás, hiszen a járművet ember vezeti. Az embernek ismernie kell a közlekedési szabályokon túlmenően a saját járművét, és tudnia kell, hogy azon az adott útszakaszon, az út és látási viszonyoknak megfelelően hogyan kell közlekednie. A balesetet csak így tudja elkerülni. A közúti forgalom tekintetében ugye tudható, hogy a vasúti teherszállítás áttevődött inkább a közúti teherszállításra. Ezt jelenti, hogy drasztikusan megnőtt a kamionforgalom hazánkban is, és valószínűleg nem csak hazánkban, hanem Európa más országaiban is. Mennyire terhelik meg a kamionok a nagy tömegeikkel a közutakat? Sajnos a közútjaink az elmúlt időszakban, a korábbi időszakban, és ez 20 év távlatától visszamenve, nem úgy épültek, hogy nagy testű járművek és nagy tömegű járművek teherbírását elbírják. Ezért van az, hogy a túlzottan nagy forgalmat lebonyolító települések útvonalai tönkre mennek, elhasználódnak a nagy kamionforgalom miatt. Miért nem találnak ki erre valami megoldás, hogy mondjuk a kamionforgalom az ne a városon belül, vagy a lakott településen belül zajlódjon le. Rendszeresen lehet ugye tapasztalni, hogy a kamionok úgy kiválják, amikor fékeznek a piros lámpán, kiválják az aszfaltot. Ennek gondolom az az oka az egyik, hogy nem úgy tervezték, hogy elbírjon egy akárhány tonnás tehergépjárművet, és a másik oka, amit ugye sokszor lehet hallani, megtapasztalni, hogy a kamionnak a megterhelése a megengedett felső határtól eltér plusz, még mondjuk x százalékban, ami azt jelenti, hogy túl van terhelve a kamion. Általában ez a túlterhelés a kamionoknál olyan helyeken fordul elő, ahol építőanyagot szállítanak, sódert szállítanak. Ma már a nemzetközi forgalomban túlterhelt kamionok nem közlekednek, hiszen a közúti ellenőrzés nem csak hazánkban, hanem külföldön is előtérbe került, és mérik az adott járműveknek a súlyát, tengelyterhelését, minden. Tehát ez nem igazán jelent gondot. Az viszont, hogy miért a települések útvonalait válasszák, ez betudható annak, hogy autópályák, illetve a jobb minőségű utak ma már, de elsősorban most az autópályák díjhoz vannak kötve.
most hallani lehet a hírekben, hogy az elkövetkezendő időben ez változni is fog, sőt ki fog terjedni főközlekedési útvonalakra is a díjfizetési kötelezettség a tehergépjárművekre. Na most ahhoz, hogy ő elkerülje a díjfizetési kötelezettséget, elkerüli ezeket az utakat, és inkább településeken próbál meg keresztül menni. Amely tulajdonképpen önmagában jogszabályilag nincs tiltva, ha csak nem a tulajdonképpen a súlykorlátozási jelzőtáblával ki nem tiltják az adott területről a járműveket. Mert csak azzal tudják kitiltani, hogy oda behajtani. Tilos, innentől kezdve nem tud keresztül menni rajta. De egyéb településeket összekötő utakat nem tudnak így lezárni, tehát lehetőséget kell adni. Nem beszélve arról, hogy hazánk belterületén és a különböző településeken kell az árut szállítani, az élelmiszert szállítani, tehát valahogy el kell juttatni ezeket, és nyilvánvaló, hogy egy járművel könnyebb eljuttatni, mint több járművet kellene mozgósítani ahhoz, hogy az adott mennyiséget, az adott készletet elvigyék az adott boltokba, és hozzájussanak az állampolgárok. Tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy a tehergépjárművek sokkal hamarabb igénybe vennék az autópályákat és azon főutakat, amely az ő terhelésüket sokkal jobban elbírja, hogyha az én véleményem szerint ez az útdíjhasználat valahogy más formában történne, és nem ilyen drasztikus emelése, mint például az üzemanyagár. Értem. Hogy tudná akkor végsősorban összegezni ezt a három pontot, út, jármű és ember a közlekedésben, ami a jelenlegi állapotokat Magyarországon ugye lehet tapasztalni? Én azt mondom, hogy jelen pillanatban a jogszabályunk, az 1/75-ös KPMBM rendelet egyértelműen módosításaival együtt természetesen, egyértelműen le tudja szabályozni a jogszabályi hátteret a biztonságos közlekedéshez. Ehhez az a megfelelő ember kell, az a járművezető, aki betartja ezeket a szabályokat, figyelembe veszi az útviszonyokat, és ennek megfelelően fog közlekedni. Ez vonatkozhat egy személygépkocsira is, egy nagy teljesítményű személygépkocsira, mert ha azt mondom, hogy az a fiatal, aki megszerezte a vezetői engedélyt egy hete, és megkapja a nagy teljesítményű személygépkocsit, nem biztos, lehet, hogy a jogszabályt ő elsajátította, bár ebben is kételkedem, hogy teljes mértékig ismeri a jogszabályokat, de elképzelhető, hogy ismeri a jogszabályokat, de nem ismeri a járművét, nem ismeri annak teljesítményét, nem tudja a környezetét figyelembe venni a közlekedése szempontjából, nem tud megfelelően tolerálni, és ha ehhez párosul, hogy nem veszi figyelembe azt, hogy milyen az út alatta, hogy az úton fellelhető jelzések mire vonatkoznak, mit adnak, milyen információt adnak az ő számára. Hogyha látom, hogy repedezett az út, akkor lassítsak, mert elképzelhető, hogy még rosszabb útszakasz következik. Hanem ő gyorsít, nyilvánvaló, ha ezeket nem veszi figyelembe, akkor bekövetkezhet a baj, sőt, bekövetkezhet a tragédia. Másik fő kérdés csoportom lenne az iskolák és oktatók jele felelősség a képzési rendszerben. Milyen szinten tart ön szerint és történik ön szerint a képzés Magyarországon? Nagyon sok erőfeszítés történik évtizedek óta, hogy a gépjármű vezető jelölteket tanítsuk meg a jogszabályismeretre, tanítsuk meg a jármű vezetésére, és tanítsuk meg mind arra, hogy biztonságosan, kulturáltan tudjon közlekedni. Sajnos el kell mondanom, hogy amíg a gépjármű vezetés jelen pillanatban gazdasági érdekhez fűződik, anyagi bevételhez, ott előfordul, és nagyon gyakran előfordul, hogy a képzésnek hiányossága van. Ez mit jelent, hogy gazdasági előnyhöz kötődik? A gépjárművezető képzés egy B-kategóriás vezetői engedély megszerzésénél általában minimum 100 ezer, de általában most már 150 ezer forint körül van egy főnek. Na most, az iskolának az az érdeke, hogy minél hamarabb ez a tanuló vezetői engedélyhez jusson, minél kevesebb óra számban adja meg, és nagyon sok helyen vizsgára való felkészítés történik. Tehát az oktatás helyett. Ez lett volna a következő kérdésem, hogy miért csak vizsgára készítünk fel, miért nem tanítunk? Nincs idő tanítani az iskola szempontjából. Ő azt mondja, hogy
annyira kevés az az óraszám, amelyet lehetőségként biztosítanak neki a képzésre. Igen, ám csak én azt mondom, hogy tévedésben van az az autós iskola, aki így gondolkodik, azért, mert az az óraszám a minimum óraszámot adja. A minimum óraszám van előírva, hogy mennyit kell elméletből oktatni, mennyit kell gyakorlatból oktatni, de ettől ő oktathat többet. És nyilvánvaló, hogy a több oktatás és a beépített konzultációk, azok teremtenék meg azt a feltételt, hogy a gépjárművezető jelölt igenis sajátítsa el a jogszabályi hátteret és azt az elméleti tudásszintet, ami majd neki a gyakorlathoz szükséges. Milyen felelősséggel tartoznak egyébként az oktatók a képzés során? Van-e nekik felelősségük a következmények tekintetében? A következmények tekintetében nincs felelősségük az oktatóknak. Sajnos. Tehát nincs az a rendszer, mint az elmúlt adásban is elmondottam, nincs az a rendszer, hogy nyilván tudnánk követni azt, hogy az az adott tanuló hol tanult, melyik oktató oktatta, tehát ki az, aki oktatta, és visszakereshető legyen akár évek múlva, hogyha szükség van rá. Szükség akkor van rá, amikor bekövetkezett baleseti sorozatok miatt vizsgálnánk azt a szemét, hogy 2 év alatt elkövetett 3 balesetet, vagy 4 balesetet, és mindig ugyanazokra az okokra vezethető vissza. Nem biztos, hogy az az ő hibája. Ő rosszul tanulta meg. Egyébként pszichológiailag van mérés annak tekintetében, hogy ki kaphat jogosítványt, és ki nem. Ezt meg is mondom, miért kérdezem. Rengeteg az agresszív vezető. Tehát azok az emberek, akik ugye bizonyos mentális tulajdonságokkal rendelkeznek, például nem biztos, hogy elmehet orvosnak, nem biztos, hogy elmehet mondjuk egy különleges egységes rendőrnek vagy katonának, és lehetne sorolni ezt a témakört. De a gépjárművezetés tekintetében létezik olyan, hogy pszichológiailag felmérik az illető tanulót, hogy alkalmas-e egyáltalán, vagy alkalmas lesz valamikor, és még várjunk vele? Az általános képzési rendszerben ilyen nincs. Bejelentkezik a... Pedig ön szerint elférne ez? Elférne, igen. Tudnilik, hogyha ez kimutatható lenne egy adott embernél az ő személyiségére vonatkozó magatartási forma, akár az agresszivitás, akár a figyelmetlenség, ha ez kimutatható lenne, akkor elképzelhető, hogy a képzés folyamán ez felhasználható lenne, hogy ezen az oktató segítsen enyhíteni és változtatni. Ma csak speciális esetekben van az, amikor vizsgálják a járművezetőt pszichikailag, pályalkalmassági vizsgálat, amely a közúti közlekedési szolgáltatásban résztvevő járművezetőknek a különböző 4 kategóriában történő vizsgálati fokozat szükséges, ott már történnek vizsgálatok. Ha belegondolunk abban, hogyha egy kisgyermeket veszünk alapul, akit óvodában értékelnek pszichológiailag, hogy alkalmas-e az általános iskola első osztályának az elkezdésére, vagy az általános iskolában is értékelnek úgy magatartás, úgy szorgalom tekintetében. Ha már gyerekkorban elkezdődne az iskolában a tanítása, a közlekedésnek a megtanítása, a közlekedési ismeretek elsajátítása, és mellette lenne az illető kis tanulónak a magatartási formája, a pszichés állapotának a megnyilvánulásai úgy, hogy erőszakos, úgy, hogy nem erőszakos, és ez végigkísér mondjuk 15-18-20 éves koráig, akkor elképzelhető, hogy egy olyan háttérinformációval lehetne rendelkezni az illető tanulóval leendő jogosítványt megszerzővel szemben, ami befolyásolhatna az, hogy igen, ő kaphat jogosítványt, vagy nem? Igen, ez nagyon szép elképzelés. De csak elképzelés. De a társadalom tekintetében sok mindenkinek hasznot teremtene. Hasznot teremtene, de ehhez olyan apparátus kellene, olyan személyek kellenének, akik ezt vizsgálni is képesek lennének, és olyan adminisztrációs rendszert kellene bevezetni, amely a gyermek 4 éves korától, óvodás korától kezdve a fejlődésen keresztül menne. Viszont ki kell zárni még egy tényezőt, ami ezt nem támaszza alá, hogy a gyermek 14 éves, sőt mondhatom 18 éves koráig a legváltozékonyabb. Tehát ezek a gyermekkori dacok, ami lehet agresszivitás, 1-2 év múlva eltűnik, és ez képtelenség minden évben vizsgálni, és ezt fokozatossá tenni. Tehát ezt nem lehet.
Én biztos vagyok benne. Én azt mondom, hogy aki vezetői engedélyt kíván, tehát először is tanítsuk meg az óvodáskorú gyereket és az általános iskolai gyereket a helyi környezeti viszonyának, a helyi sajátosságoknak megfelelő közlekedésre, és arra a jármű típusra, amit ő vezethet. A rollert, a gyerekkerékpárt és ezeket a járműveket. Tehát erre tanítsuk meg a gyereket az állami képzésben. Tanítsuk meg a gyereket úgy a vezetői engedély megszerzésére fiatalkorban, erre épülve az óvodás és általános iskolai korra épülve, tanítsuk meg úgy, hogy biztonságosan tudja elsajátítani a szabályokat, és biztonságosan tudjon közlekedni. Mert én azt viszont hiszem és vallom, hogyha egy gyerek óvodáskortól a helyes szabályokat tanulja meg, akkor mire vezetői engedélyt szerez, nem válik agresszívvá, hanem tudja, hogy mik a szabályok, és be fogja tudni tartani, fog tudni közlekedni, fogja tudni, hogy mi az, hogy közlekedési kultúra. Ezzel szemben ugye azt tapasztaljuk, hogy elég magasak a baleseti arányok, úgy a személyi életet követelő és különböző közvagyont, magánvagyont követelő balesetek történnek. Ön szerint a baleseti okoknak mik a kiváltó okai? Itt fölírtam magamnak egy pár dolgot, szabályismeret hiánya, viselkedési, magatartási problémák, alkohol, kábítószer vagy más hátrányosan ható szer, mint például az energiaitalok szerepe a közlekedésben. Igen. Tudom, hogy egy összetett, hosszú kérdés. Ez egy nagyon összetett és hosszú kérdés. Abból kell kiindulni, hogy tulajdonképpen közlekedési baleset mind jogszabályi, 99%-a jogszabályi hiányosságra vezethető vissza. Tehát szabályismeret hiányára. Valaki elkövet valamit. Nem biztos, hogy a szabályt nem tudja, valószínű tudja, de ennek ellenére elkövet valamit gondatlanul. Az fönnmaradó 1-2% az, amely a vezetőn kívül következik be a baleset. Vihar, tetőcserép, szélvédőre bekövetkezik a baleset. Nem a gépjárművezető az okozója, tehát egy külső hatás miatt, vagy műszaki hiba miatt következett be ez a baleset. Tehát nem vonható a járművezető felelősségére. A műszaki hibánál viszont megint van egy másik dolog, hogy vizsgálnunk kell azt, hogy a műszaki hibára való hivatkozásnál a járművezető követett el hibát, vagy pedig önmagában a gyártó követett el hibát. Hiszen egy alkatrész elromolhat, elszakadhat, eltörhet, és ezáltal következik be a műszaki hiba, és tehát következik be a baleset. A emberi áll az első helyen. A második helyen áll az italfogyasztás. És a különböző szereknek a fogyasztása. A különböző szerek mit takarnak? Mit jelentenek? A különböző szereknek a fogyasztása, tehát ez lehet olyan hatású gyógyszer, amely önmagában véve egy bódult állapotot idéz elő, mint hogyha alkoholos állapotban lenne. Nagyon sok olyan gyógyszer van, amire rá van írva, hogy magasban dolgozó és gépjárművet vezető nem szedheti vezetés ideje alatt, vagy magasban dolgozás alatt. Tehát ezeket be kellene tartani, mert vannak ilyen hatású gyógyszerek. De vannak az egyéb, amikor különböző nyugtatókat szednek be, és ennek hatása alatt vezetnek. Tehát az önmagában az, hogy történt egy családi tragédia, és nyugtatóznom kell magam, mert amúgy nagyon ideges vagyok, akkor ne üljek be gépkocsiba, mert a nyugtató hatása kihat az én vezetésemre. Tehát ne szedjek olyanokat. Nem beszélve arról a szándékosságról, amikor drogot fogyasztanak, párosul ez alkohollal, általában a drogfogyasztás az 99%-ában alkohollal is párosul, tehát fogyasztanak alkohol. Én még egyet nagyon megemlítenék, az energiaitalokat. A túlzott energiaital fogyasztás, hát benne van a nevében, hogy energiát ad. Egy olyan helyzetet teremt az ember szervezetében, hogy feldobja, az adrenalin szintet megnöveli. Ezáltal ő neki elvonja a figyelmét a környezetétől is. Elvonhatja a figyelmét. Tehát én ezért azt mondom, hogy az energiaitalok fogyasztását is a járművezetőknek igenis mérsékelni kellene, nem kellene, vezetés előtt, vezetés közben. Sokan azt mondják, hogy azért fogyasztanak energiaitalt, mert jobban hat rájuk, mint egy kávét meginna.
valószínűleg tartom, míg a kávében koffein van, az energiaitalok meg tartalmazhatnak, vagy tartalmaznak olyan anyagokat is, ami ugye sokkal gyorsabb felszívódást és ébrenlétet tudnak kiváltani. Ez valamiért elven, tehát valami mellékhatásnak akkor kell lennie. Igen, mint ahogy bizonyos energiaitaloknál halljuk azt a különböző reklámokban, meg minden, hogy repülhetünk, meg ne tegyünk ilyet. És ha ilyet iszunk, ne vezessünk járművet. Ezt próbáljuk meg. Tehát önmagában visszatérve a képzéshez, ha a képzés alkalmával ezt tudatosítjuk a leendő járművezetőkben, akkor tudatában lesz annak, ismerni fogja, hogyha ő ilyen szereket fogyaszt, vagy szed, vagy iszik, akkor milyen hatással lehet az ő szervezetére, és milyen eredmények következhetnek be. Marad durván, elnézést, másfél percünk. A segítségnyújtás és első segélynyújtás ismeretének a hiánya közlekedésben. Úgy gondolom, ez egy nagyon fő kérdés. Ez egy nagyon-nagyon fő kérdés. Azt tudjuk, hogy ma a vezetői engedély kiadásának feltétele, megszerzésének feltétele a sikeres elsősegélynyújtási vizsga. Anélkül nincs vezetői engedély, tehát nem kaphat. Sajnos az elsősegélynyújtás nincs tanmenetesítve, oktatása. Mi történik hazánkban? A képzőszervek szerződést kötve a területileg illetékes Vöröskereszttel, mentőszolgálattal, bárkivel, kimegy egy előadó, és mi történik? Gyakorlati tapasztalat. 99%-ában mondhatom, hogy vizsgára történő felkészítés folyik. Egy 2-3 órában elsősegélynyújtási ismereteket hallanak a vizsgára történő felkészítésnél, elmennek, és mivel az az előadó végezte, a vizsga is sikeressé válik. Ennek ellenére van megoldás, és bízom benne, hogy el fogjuk tudni majd egyszer mondani, hogy milyen megoldások vannak erre. 30 másodpercünk maradt ebben a műsorban. Hogy tudnál összegezni még ezt az utolsó kérdést, az elsősegélynyújtást? Az elsősegélynyújtás hiánya sajnos megmutatkozik abban, hogy megjelent a múlt héten az egyik napilapban épp egy ilyen cikk, ahol azzal foglalkoznak, hogy 90%-ában nem nyújtunk elsősegélyt. Ennek három okát látom. Az egyik, nem tudjuk az elsősegélynyújtási szabályokat. A második, nem tudjuk, hogy mit csináljunk a helyszínen, félünk, hogy ezzel kárt okozunk a sérültnek. A harmadik, én azt is betudom, hogy ez egyfajta közömbösség, és nem tudatosul az emberekben, hogy kötelező lenne az elsősegélynyújtás, hiszen másodpercek életeket mentenek. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, most vissza kell, hogy vegyem öntől a szót. Önöknek is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és kérem, vigyázzanak egymásra is, és saját magukra is, hogy ne legyen áldozat. A műsort támogatta a PTB Pajzs Kft. Önerőből lophatatlanná teszi autóját. A műsorvezetőt öltözteti a What is Corner, az elegáns férfi divatháza.